Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt régről. Egy könyvet tartok a kezemben, egy olyan kötetet, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos számunkra, Bobori Zoltán, Arccal az égnek. Vendégem pedig Bobori Zoltán, Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára, a Vörösmarty Társaság elnöke, és nem mellesleg Jósika Miklós díjas és Vajda János díjas költő, aki a barátom. Szervusz, Zoli. Szervusz. A beszélgetésünk apropója pedig ez az önéletrajzi kötet, amely az Arccal az égnek címet viseli. Mindenkinek eljön az a pillanata, amikor összegez, amikor azt gondolja, hogy itt az ideje leírni, hogy mi minden történt vele. Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes választás, ez az időszak mindenképpen, hiszen tartalmas, sikeres esztendőkön vagyunk túl. És ennek a könyvnek van egy bevezetője, Lukácsi József írta, a Vörösmarty Társaság alelnöke, szintén a barátunk. És azt gondolom, hogy ez egy nagyívű gondolatsor, amelynek a végét idézzem, mert azt hiszem, hogy ez mindent elmond erről a kötetről is, és rólad is egy részben. Évtizedekkel ezelőtt egy székelyföldi felolvasó esten Kányádi Sándor mondta: tudod, fiam, aki érdemleges önéletrajzot írt, az már több lépést megtett a mulandóságból az örökkévalóság felé. Úgy vélem, ezek a lépések itt megtörténtek, mondja Lukácsi József. Én hozzáteszem, hogy igen, ezzel a kötettel valóban megtörtént. Ahhoz azonban, hogy elinduljunk most egy beszélgetéssel, hogy röviden a szakmai pályafutásodat elemezzük, ahhoz azonban az kell, hogy először ismerkedjünk meg a költővel, tehát kérek tőled egy verset. Hát az ember ebben a korban, az életének ebben a szakaszában a legnagyobb örömöket az unokáitól kapja, és a legtisztább, felhőtlen örömöket az unokáitól kapja. Tehát, hogyha lehet, akkor ő hozzájuk írt versemet olvasnám föl. Himnusz unokáimnak. Mintha nyári zápor után hevernék párálló rét varázsos víg virágai között, csöndjükben és boldog csigák titkai közt pihentetném zavart, telerajzolt arcomat, táncra hívó fáim csillogó ágain reszketnék, mint anyám ölében szabadultan testemtől, amikor szavaitok itt nyargalásznak köröttem, és ringatnak a ma álnok, zsarnoki énekkel közeledő ladik csobogása helyett, kis szívetek örök dalával ifjúvá lett szívemben. Igen, köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy ez meghatározza ezt a beszélgetést is, annál is inkább, mert az ifjúkorodról kérdeznélek, arról a pillanatról, amit a te szolgálatod jelentett az első időszakban. A televízió nézők minden bizonnyal emlékeznek rá, hogy nemrégiben az Ének a Dónhőseiért film, illetve Székesfehérvár annó filmben is úgy kezdtük, hogy 1988-ban egy verset mondtál. Az már önmagában a szolgálat volt, hiszen a rendszerváltás előtti időszak kellős közepén voltunk, egy zűrzavaros időszak végén talán, és még csak a hajnalt láthattuk. De az már számodra szolgálat volt. Mi volt az indítatás, a vers szeretete, az a pillanat, amikor azt gondoltad, hogy neked élére kell állni? Hát tudod, sokszor beszéltünk már arról, vagy sokszor beszélhettem már arról, hogy az emberek nagy része gyerekkorában, serdülőkorában, fiatal korában verseket ír, próbál verseket írni. Na most hát természetesen én is gyerekkoromban, serdülőkoromban, én is gimnazista koromban én is írtam verseket. 1963-ban három kis versemmel díjat nyertem a helikoni ünnepségeken. Ez volt az első közlésem, hogy úgy mondjam. De nem elsősorban a versírás volt fontos számomra, hanem a versmondás.
már általános iskolában megszerettették velem a versmondást, aztán középiskolában meghatározó élményeket tudtam szerezni, és hát későbbiekben is. Úgy éreztem, hogy nekem ez a fontosabb, a versmondás. Ezzel ki tudom fejezni a saját gondolataimat, saját véleményemet a világról, emberekhez tudok fordulni, a közélethez, és hát valószínűleg, hogy ennek a felismerése vezetett oda néhány éves versmondó pályafutás után, közben előadó művészi vizsgát tettem, hogy létrehoztam a látókört. Igen, a látókör egy rendkívül fontos pillanat volt. Létrehoztad, megvalósítottad, és egy olyan szintre jutottál vele, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Hát nézd, én nekem az, Lajos, életem nagyon-nagyon fontos, meghatározó élményeit a látókörrel élhettem át, és élhettük át, hiszen fiatalemberként, középiskolás diákokkal bejártuk a Kárpát-medencét olyan műsorokkal, amit nem, hogy itt nem vettek szívesen, hát ott meg aztán pláne határon túlra szorult magyarok körében, és már nem a magyarok nem vettek jól éven természetesen, és ez nagyon sokat jelentett nekem a későbbiek során, ezek a fantasztikus élményekben volt részünk. Talán azt is mondhatom, nem nagy szavak, de meghatározta az én hazafias gondolkodásomat, a nemzetért, nemzetben való gondolkodásomat. Ezt én a mai napig vallom, és hiszem, hogy ezt szolgáltam egész életemben. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt megadtam, mert hát ezt valahonnan az ember kapja, ezeket a képességeket és igen, bátorítást. Igen, ez valóban szolgálat volt, hiszen ha visszaemlékszünk, ugye a versről csak beszéltünk, de ugye Illyés Gyula Haza a magasban verse volt, amire Tüskés Tibor azt mondta, hogy ő Illyés Gyula verset így még nem hallott. És ez a hazafiság, ami ma már elcsépelt szónak tűnik, de én azt gondolom, hogy ebben a felgyorsult világban is feltétlenül szükséges és alapvető, az megmaradt mindig a teljes pályafutásodban, bármit is csináltál, hiszen a látókör az nagyon sokáig ment, az egy példaértékű kezdeményezés volt, hiánypótló, ha úgy tetszik, majd később önkormányzati képviselőként is ugyanezt az elvet követted. Ezt, azzal szeretném kezdeni, hogy én nem akartam képviselő lenni, tehát én nem úgy kezdtem azt a 8 esztendőt, hogy én most képviselő akarok lenni, mert az én nekem jó, hanem fölkértek rá, mert mikor kiköltöztem Öreghegyre, akkor ott szerveztem olyan irodalmi rendezvényeket, összejöveteleket, betlehemezni mentünk a gyerekekkel. Tehát ott Öreghegyen szerettek engem, meg elismerték az ottani tevékenységemet, és így kértek föl, hogy legyek annak a területnek a képviselője. Örömmel vállaltam, nagyon szép emlékek, de én nem vagyok politikus alkat, és a legfőbb kritériuma annak, hogy az ember jól érezze magát a közéleti szereplőként, az az, hogy megpróbál tárgyilagos maradni, és a saját gondolatai és a feje útján menni. Tehát ezért sokszor előfordult, hogy hát a képviselő testületben nem mindenki nézett jó szemben engem. Ugyanakkor kivételesen értékes időszak volt az életedből, amit a köznek szenteltél, mert ez valóban így volt. Hát nagyon, nagyon sokat köszönhetek azoknak az esztendőknek is, és a legfontosabb, amit az életemben mindig is elmondhattam, hogy bármi történt velem, bármi rossz, és bármilyen csalódásért, vagy bántás, vagy le kellett zárni egy korszakot az életemben, rossz szájízzel és rossz érzésekkel, vagy emlékekkel, mindig tudtam valamit kezdeni magammal. Tehát nem zuhantam össze, nem estem kétségbe. Hát azt mondjuk nem mondanám, hogy nem haragudtam sokszor, de mindig újra tudtam kezdeni. Ez valószínűleg a Jóisten ajándéka számomra.
A Szent István Művelődési Házban regnáló Bobori Zoltán számára milyennek voltak azok az esztendők? Mi úgy emlékszünk vissza, hogy újat hoztál. Nyilván ehhez püspöki megerősítés kellett, ennek ellenére azt mondom, hogy nyitottá tetted, a hit megmaradt, ugyanakkor, ha úgy tetszik, olyan világi dolgok indultak el a Szent István Művelődési Házban, ami ma is jellemzi egyébként az intézményt, ami példaértékű. Tehát gondolok itt elsősorban irodalmi estekre, elfelejtett vagy méltatlanul mellőzött irodalmárok, képzőművészek, és így tovább, közéleti fórumokról ne is beszéljünk. Hát nézd, az alapvető állapot az az volt, amikor engem megkeresett Kertész Péter atya, hogy én szívesen elvállalom, nagyon megtisztelő feladat volt, de csak abban az esetben, hogy ez egy teljesen nyitott intézmény lehet. Én tudtam, hogy egyházi fenntartású intézmény, tehát tudtam, hogy meddig lehet elmenni és mit lehet csinálni, de mondhatom, hogy azonnal szabad kezet kaptam, és hát felejthetetlen 17 esztendőt töltöttem a Szent István Művelődési Házban. Nagyon sok minden, ami ott történt, azt tovább tudtam vinni a további pályafutásom során. És hát még egyszer mondom, nagyon gazdag, felejthetetlen 17 esztendő volt. Vörös Marti társágek, hogy jussunk idig, de előtte beszélgessünk a Donkanyarról. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elsők egyike voltam mostanság, aki például olvashatta Mihály Gorbacsovnak írt leveledet, ami lehetővé tette egyrészt a Doni zarándokutat megvalósítani, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy 1943. január 22-e az Urivi áttörés pillanata az nemzeti sorstragédiánk közé tartozik, és eznek te voltál az a képviselője, aki nem tágítottál, és neked köszönhetően indult el az a misszió, ami tart jelenleg is, hála Istennek, Pákoznál, illetve az ünnepeken, a megemlékezéseken. Beszéljünk egy kicsit erről. Hát boldogan, csak engem majd le kell lőni, mert én erről órákat tudnék beszélni. Kezdjük az elejét. Hogy kapott lábra ez a történet? Hát ezt is sokszor elmondtam már, te is ismered a történetet, Serfőző Simon elmondta itt Fehérváron a Feledésből az Emlékmű című versét, ami egy fantasztikus számonkérés, amikor még a II. Magyar Hadseregről nem beszélhettünk, vagy legfőjebb úgy, hogy a fasiszta magyar hadsereg megtámadta a dicsőséges Szovjetuniót, bár akkor már azért túl voltunk a Csóri Sára film sorozaton, amit betiltottak, de ami alap irodalom volt ehhez, az Nemes Kürtének a könyve, a Requiem egy hadseregért. De hát azóta sok év eltelt, és még egyszer mondom, hogy még nem nagyon lehetett a II. Magyar Hadseregről beszélni, szomorú, rendkívül szomorú dolog. És hát amikor én ezt a verset megismertem Serfőző Simontól, akkor óriási történet volt, hogy mentem haza a rendezvényről, és a Barátok temploma előtt megszólalt a nagy harang, Barátok harangja. És abban a pillanatban jutott eszembe, hogy el kellene oda menni. Én voltam kint Szovjetunióban barátságvonattal, az felejthető élmény volt, illetve felejthetetlen negatív értelemben, hogy egy igazi barátságvonatot kell oda szervezni. Elkezdtem, fantasztikus történeteken. Igen, de ebben benne volt mindenki, tehát Gorbacsovot említettem, de benne volt Göncz Árpád, a köztársasági elnök úr is, aki egyébként a Donkanyar kápolna megnyitóján is ott volt. Igen. Az avatón. Igen. És nagyon sokat tett ezért Takács püspök atya, és nagyon sok mindenki. Igen. Ez egy olyan történet egyébként, amit azóta sem felejthetünk, hiszen erre épül az Urivi áttörés emléknap azóta is. Igen. Hát Lajoskám, hogy mondod, hogy nem feledhetünk, van azért készség a felejtésre, meg hát próbálkozás is a felettetésre, és egy kicsit ezt a célt szolgálja ez a könyv. Nem is én mondtam ezt először, hanem ha igaz, hogy a barátaim már régóta mondják, hogy meg kellene
írnod az életed történetét, vagy legalábbis bizonyos eseményeket. A feleségem mindig számon kérte tőlem, hogy miért nem írsz már naplót. Nem, azért nem írtam naplót, mert nem volt rá időm. És azért sok ilyen figyelmeztetés ért engem, hogy írd meg ezeket a dolgokat. Igen, ez fontos, hogy nekiálltál, tehát tényleg sokan inspiráltak és bíztattak, és hála Istennek most megvan. Ugyanakkor menjünk tovább. Hát a Vörösmarty Társaság a költői utad azóta már nagyon is jól tudjuk, hogy jóval több mint 10 köteted jelent meg, illetve hát számtalan antológiában is külön-külön is szerepeltél. Az is egy fontos része a pályádnak mindenképpen. A Vörösmarty Társaság és az ahhoz kapcsolódó kiadványok, kötetek, könyvek. Hát azt sem kell mondani, hogy milyen nagy megtiszteltetésnek éreztem én azt, hogy fölkértek a társaság vezetésére, és hát mondhatom, hogy ez 11. esztendeje, olyan 10 esztendő, ami életem egyik legfontosabb évtizede volt, és legemlékezetesebb évtizede, a sok-sok örömmel, a sok-sok dicsőséggel, és a ezzel járó bántásokkal is. Tulajdonképpen az egész könyv megjelenésének, vagy könyv elkészítésének az egyik lényege az volt, amit Domokos László író barátunk mondott nekem, hogy az igazságot azt meg kell írni, ne tartsd magadban, mert ezt valószínűleg vagy elfelejtik, vagy te is elfelejted. És a másik az, hogy nekiálltam ennek a könyvnek, az egy nagyon érdekes történet, gyorsan próbálom elmondani. Megkeresett egy kiadó, hogy az életem helyszíneiről, tehát az életterekről írjak egy könyvet. Na most ők úgy gondolták, ez a kiadó úgy gondolta, hogy ez egy ilyen szociográfia lesz. Én pedig egyrészt nem értek, ez egy külön műfaj ehhez, másrészt pedig ahhoz, hogy egy igazán jó szociográfiát írjon az ember, mondjuk a jelenlegi lakóhelyéről, vagy a korábbi élettereimről, ahhoz kellett volna egy év fölkészülés is. Tehát én ezt nem tudtam megcsinálni, és nagyon érdekes volt, hogy a kiadónak a munkatársa, amikor az első részét az írásnak elküldtem neki, és úgy gondoltam, amit most én megírtam, akkor azt mondta nekem a maga keresetlen szavaival, hogy ez nagyon jó, de nagyon rövid. Úgyhogy aztán még egyszer nekiálltam, aztán még egyszer, és akkor föladtam, hogy én nem tudok szociográfiát írni, mert még egyszer mondom, hogy ahhoz nagyon komoly fölkészülés kellett volna, egy más műfaj. Viszont akkor már eljutottam oda, hogy eleget tegyek akkor azoknak a kéréseknek, vagy tanácsoknak, hogy írjam ezt meg, bővítsem ki abszolút magánéleti dolgokkal, versekkel. Na, így született ez az Arccal az égnek. Hála Istennek, teszem hozzá, hogy nem tudsz szociográfiát írni. Mivel itt folytatjuk természetesen, de még egy dologról mindenképpen beszélnünk kell, a szakmai pályafutásod okán, hiszen itt ez a könyv is bensőséges hangvételű, de van egy külön fejezet még, ami kiemelt figyelmet érdemel itt Székesfehérváron, és ez nem más, mint a határon túli magyar irodalom napjai. Én azt gondolom, hogy ez a csúcspontja. Egy ember pályafutásának, ha elérte azt, hogy esztendőről esztendőre vendégül láthat, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Amerikából, elszakadt hazánk fiait, akkor már megtette a maga dolgát. Hát valószínűleg én is így érzem, és amikor megkérdeznék tőle, vagy megkérdezik tőle, mint ahogy megkérdezték, hogy én boldog ember vagyok-e, akkor én simán gondolkodás nélkül rámerem vágni azt, hogy igen. Ehhez nagyon sok minden hozzájárul, természetesen az embernek a felesége, a gyerekei, az unokái, a család, és többek között ez a 20 esztendő, ami hát a határon túli magyar irodalom napjairól szólt,
először a Szent István művelődési házban, aztán a Vörösmarty társaságnál. Én annyi, tudod, mi a legfontosabb ebben, hogy annyi barátot szereztem, annyi barátság szövődött határon túli írók, költők, és közöttem, és tart, és éltet engem, hogy valóban nyugodtan mondhatom, hogy én boldog ember vagyok. És akkor még nem beszéltünk a magyar-lengyel hagyományos barátságról, ami irodalmi vonalon is megvalósult, tehát Konrád Sutarsky, Janusz Wojcik és a többiek, akik szinte hazajönnek. És ez megint csak neked, nektek köszönhető. A másik pedig, hogy sikerült egy olyan csapatot magad köré gyűjtened, a Vörösmarty társaságra gondolok, és általában minden helyen, ahol megfordultál, akik mindent megtesznek. Tehát gondolok itt elsősorban, hogy magot ültetnek, gondozzák, és nem csak önmaguknak kaszálják le, vagy takarítják be a sikert. Hát van ilyen, ez egy közösségben előfordul. Nézd, a tények azt hiszem, hogy magukért beszélnek, és nem az én dolgom a Vörösmarty társaság tevékenységét megítélni, de egy biztos, hogy bárhova járok, vagy járunk az országban, vagy határon túlra megyünk, ott mindenütt nagy elismeréssel beszélnek a Vörösmarty társaságról. No. Úgyhogy én büszke tudok lenni. Hát ez egy komoly eredmény 70-en túl, és ez nem csak egy megállapítás volt, hanem egy vers címe, amit most kérlek, hogy olvass fel nekünk. Túl 70-en. Éltem immár 70 földi évet, melyben rám rakódott fájdalom s öröm. Megállva most azon gondolkodom, milyen nyomot hagyok ezen a földön? Mikor talpam alatt nem lesz talaj, lesznek-e, akik égre tekintenek, és elmormolnak utánam egy imát, talán még azt is nagyon szerettelek. Ha tudnám, hogy megadod, Istenem, nem csak odafönt nálad lennék boldog, hanem itt, árnyékok között járva is, mindent szeretnék, bármi terhet hordok. Hát igen. Nos. De van még egy vers, bocsánatot kérek, mondd el, hogy... Mondd el. Van egy 10 éves unokám. Érdeklődéssel várom. 4 fiú unokám van, a legidősebb 10 esztendős, és aztán úgy jönnek sorba, és egyszer az unokám odaállított elém, hogy ő írt egy verset. 9 éves korában. És a következő verset írta. Madár hangon. Nagyinak és nagypapának. A verép csivitel, a réce hápog, nem valami fülbe mászó. A cinke csipog, a galamb burukkol, dallam a lágy, bús, de kellemes. Nem bánom, csak daloljatok, de nagyon szépen. Én addig viszek nektek frissen sült cipót. Fantasztikus. És ez azért van a könyvemnek a hátsó borítóján, mert szerettem volna érzékeltetni azt, hogy az ember élete az folytatódik valamiképpen. És ez a folytatása az én életem. Nos, hát, hogy mennyire jó út a tiéd. A fehérvári beszélgetések első kötetében ugye egy... interjút készítettem veled, és az volt az utolsó kérdésem, hogy mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést az elismerésről, mármint a Székesfehérvár díszpolgára elismerésről, és te azt mondtad nekem, 2 dolog, amiért egészen mély lelki megnyugvást és megerősítést kaptam. Az egyik, hogy a feleségem nagyapja, Csitári G. Emil néhai polgármester, és ez még büszkébbé tesz, hogy ennek a városnak a díszpolgára lehetek. A másik pedig az ember jövője, az unokáim, akik remélem büszkék lesznek a nagypapára. Nos, én akkor jelentem, hogy igen, büszkék lehetnek a nagypapára, és gratulálok ehhez a kötethez. Köszönöm. És azt hiszem, hogy kelendő lesz, biztos vagyok benne. Hát csak azt tudom kívánni az leendő olvasóimnak, hogy olvassák olyan szeretettel, mint ahogy én ezt írtam. Így lesz. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm.
Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő műsorban. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!